Rövid híreink következnek. Október 25-én csütörtökön délután ülésezett városunk képviselőtestülete. Majoros Petronella kivételével minden képviselő jelen volt a 22 napirendi pont megtárgyalásán. Többek között megtudhattuk, hogy dr. Parti Gabriella az egyes számú körzetházi gyermekorvosa jövőre nyugdíjba megy. Így a feladatellátás biztosítása miatt intézkedéseket kell hozni. Pályázatot fognak kiírni a Bocskai Múzeum igazgatói állására. Elfogadták a képviselők az óvodák pedagógiai programját, és már most döntöttek a képviselők, hogy jövőre is lesz Tour de Hongrie kerékpárverseny Hajdúszoboszlón. Továbbá megszavazták a közvilágítás bővítéséről szóló előterjesztést és a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról szóló rendeletet is. Sokan kelnek útra minden szentekkor is, a szállás.hu friss előrejelzése szerint. Egy átlagos novemberi hétvégéhez képest 4-5-szörös lesz a belföldi forgalom, és majdnem másfélszeres a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. A top 10 belföldi úti cél közül a második helyen van Hajdúszoboszló. Hamarosan beköszönt az igazán hideg idő. Ilyenkor elengedhetetlen, hogy ne csak magunkra és egymásra, hanem az autónkra is figyeljünk. Jövő héten annak járunk utána, hogyan tudjuk felkészíteni autónkat a télre, és mik azok az elengedhetetlen lépések, amelyeket ilyen esetben meg kell tenni. A műfaj elkötelezettjei 2002-ben Kálmán Imre születésének 120. évfordulóján a Magyar Operett napjává nyilvánították október 24-ét. Ezen a napon halt meg a másik híres operettszerző Lehár Ferenc.